Szép estét kívánok, köszöntöm az Agráinfo nézőit. Egy rövid hír, az olcsón árusított szlovák tej miatt tüntettek a tejtermelők a Penny Market alsónémedi logisztikai központjánál. Ugye a sajtót ez bejárta. A demonstrációt itt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök szervezte. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy erről az egész kérdéskörről beszéljünk egy szakavatott ember, aki nem más, mint ma este István Falvi Miklós, a tejterméktanács elnöke. Tisztelettel köszöntöm. Jó estét kívánok! Egy kicsit menjünk vissza, hiszen ha tejjel foglalkozunk, akkor itt ebben a műsorban is már számtalanszor előkerült ez a téma az áfa csökkentés okán. Azt hiszem, hogy ez a folyamatos csökkentés ugye a két ütemben, ez azért sokat segített önöknek. Az egész ágazaton végigment ez az áfa csökkentés. Két ütemben, egyrészt először a friss tejek és a nyers tejáfája, következő lépcsőben pedig az elsődés az UHT tejeknek az áfája csökkent 17-ről 5%-ra. Ez komoly lobby munka eredménye volt, amiben be kellett mutassuk egyébként, hogy ezekbe a termékekből a fogyasztás nagy része az magyar termék. Ezért is érintett minket ugye nagyon rosszul, hogy az elmúlt időszakban pont az áfa csökkentett termékekben történt egy malőr, nevezetesen ugye az, hogy a Penny Market olyan szlovák tejet hozott be olyan áron, amit a mi véleményünk szerint előállítani nem lehetett, mivel a szlovák árak eleve magasabbak, mint a magyar árak, és mi azt vélelmezzük, és egyébként ezt ugye héten lekommunikáltuk, hogy vizsgálatokat indítunk ennek a tejnek a minőségére, az árképzésére, és nem fogjuk hagyni azt, hogy olyan termékkel rombolják el a magyar piacot, persze álságosan a vásárlókra hivatkozva, hogy ezt ő miattuk teszik, és hivatkozva még arra, hogy Magyarországon nincs megfelelő mennyiségű tej, amik mind hamis hivatkozások, és ezt az elmúlt időszakban ennek nyomatékot is adtunk egy tüntetéssel. Ugye ennek volt előzménye is, ne feledkezzünk meg róla, hogy 2016-ban számtalanszor előkerült a többi nagy áruházlánc, egyszer önnel is beszélgettünk, amikor kitettük ide az asztalra azokat az UHT tejeket, amelyek filléreket lehetett megkapni a metróban, aztán volt ilyen a Tesco, Auchan, azért mondom ki a nevüket, mert hiszen ez akkor bejárta a sajtót mindenféleképpen, és úgy tűnt, hogy akkor sikerül gátat szabni ennek, aztán mégsem így történt. Viszont kell, hogy szó essék a nyers tejár pozíciójáról is, hiszen azt tudjuk, hogy Magyarországon még mindig alacsony az európai szinthez képest legalább. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy eurocentben mérve ez ne a 100 forintot közelítse mindösszesen? Hát azt, ha most kitekintünk az Európai Unióba és annál messzebb nem, akkor egy uniós átlagár az körülbelül olyan 115 forint körül van a nyers tejára az Unióban. Az előbb idézett Szlovákiában legalább 105-106 forint, és a magyarországi jelenlegi átlagár az olyan 100 forint körül van. Mi azt gondoljuk, hogy meg hát a számok is azt mutatják, hogy ez az ár versenyképes, mint nyers tejár. Mert ugye alacsonyabb, mint az összes többi. Ebből számolva és ebből kiindulva egy magyarországi feldolgozóba legyártott UHT tej, azt gondolnak, nem lehetne drágább, mint egy külföldről behozott, amelyiknek egyébként van még logisztikai költsége, meg egyéb költségei, tehát mi azon vagyunk egyébként, hogy a magyar termékek ebbe a folyótej kategóriába 90-100% körüliek legyenek. És visszatérve a ön által elmondottakra, annyiban a történet egy kicsit szebb, mint ahogy ön felfestette, mert az elmúlt 3 évben sikerült elérni azt, hogy egy 30%-os import hányadról lemegyünk 10% körüli import hányadra ebbe a szegmensbe. És pontosan ez által, hogy ezt be tudtuk mutatni a kormányzatnak, mi azt gondoljuk, hogy ez is közrejátszott abban, hogy elsőrendűen ebbe a két folyótej kategóriába csökkentett az áfát az elmúlt időszakban. Mennyit tud segíteni a szaktárca az ágazatnak, a gazdáknak?
Itt gondolok itt arra, hogy azért nyilván valamiféle támogatás megilleti a gazdákat, amelyel élnek is. Hát természetesen az Európai Uniós szabályok szerint, mint ahogy a külföldi európai egyéb országában lévő gazdákat megillették a támogatások, úgy abban a mértékben minket is, és azt kell mondani, az utóbbi időszakban mi a agrártárca támogatási rendszerével, legalábbis azzal a részével, amelyik a tejtermelőket támogatja, mi igazán arra nem panaszkodhatunk. Azt viszont az egész ágazat érdekében szeretnénk elérni, hogy sokkal nagyobb fejlesztési lehetőségekhez jussanak a tejfeldolgozók. Ugyanis versenyképes tejfeldolgozó nélkül, versenyképes földolgozott magyar termékek nélkül versenyképes tejtermelők sem lesznek, mert ami a tejtermelők nyersajárára mondjuk valami árelőny, azt a feldolgozó, ha nem megfelelő eredményességgel dolgozik, akkor azt elveszti. Ezért is indultak el egyébként Magyarországon az elmúlt időszakban nagy tejfeldolgozóknál fejlesztések, és ezek a fejlesztések nagyobb részt támogatottak is. Itt ugye elsőrendűen a sajtkapacitásnak a növelése cél. Itt egyébként a magyar piacon lenne természetszerűen fejlődési lehetőség, ugyanis a magyar sajtfogyasztásnak a 40% az import, és nem azért import, mert hogy mondjuk, mint ahogy UHT tejben verseny, vagyis hát az előbbi példa miatt ugye ott 100%-osan tudjuk teljesíteni a magyar igényeket, de sajt termelésben viszont nem. Tehát itt kapacitásokat kell felépíteni. Nagyon fontos kérdés az is, hogy a kormány miként tudja támogatni pluszban a gazdákat. Tehát amit az imént feltettem, mert hogy azért tudjuk, hogy a gazdák nehéz helyzetben vannak a változékony időjárás miatt. Tehát itt van most például az aszály, és azt hiszem, hogy ez problémákat okozott a kormányozásban egyik oldalról, hiszen az állomány is megsínyli ezt az időt. Van erre mód, lehetőség? Hát korábbi időszakban, amikor ilyen aszályos évek voltak, akkor természetesen van egy alap, amelyik alaphoz lehet fordulni abban az esetben, hogyha nagy az aszálykár. Ez az alap úgy működik, hogy befizetnek a különböző gazdálkodók ebbe az alapba, és ebből az alapba hozzájárul az állam is, és az aszálykár mértékében pedig visszatérítések vannak belőle. Hát rendkívül aggasztó a jelenlegi csapadékhiány a mi területeinken is, de az Alföldön, ahogy hallom, még nagyobb. Tehát várható, hogy az idei évben is jelentős aszálykár lesz, ha ez az időjárás nagyon gyorsan nem fordul meg. Nézzünk egy kicsit mögé, hiszen ön említette, hogy eddig volt, és azt nagyon is jól tudjuk, hogy a nyersteexport az jelentős volt. Ugye születtek kormányzati intézkedések, hogy egyértelműen, hogy próbáljuk meg itthon feldolgozni és minőségi termékkel kiszolgálni a piacot. Erre lát esélyt, megoldás lehet ez? Igen. Történt előrelépés ebben a kérdésben. Kiegyensúlyozottabb a magyarországi tejtermék ellátás és a kialakult árak is. Tehát az elmúlt egy év az viszonylag kiegyensúlyozott volt. Nekünk továbbra is az a törekvésünk, hogy a Magyarországon megtelt nyers tej ne hagyja el az országot, míg korábban a nyers tejtermelés 25-30%-a Olaszországba, Romániába, Horvátországba került. A célunk az volt az elmúlt 5 évben, hogy maradjon itt ez a tej, és feldolgozott termékek formájába kerüljön a piacra. Ennek következtében, hogy ezt mi célunk kitűztük, és ugye egyébként támogatást is kaptunk a kormányzattal, kereskedelmi láncokat is be tudtuk vonni ebbe a tevékenységbe. Tehát versenyalapon természetszerűen nem olyan módszerekkel, amik a versenytörvény ellentétes, de a legjobban úgy tudtuk ezt megoldani, sikerült megértetni. Ahhoz, hogy a magyar nyersteje bennmaradjon az országban, ahhoz az kell, hogy amikor a kereslet-kínálat változik, egy viszonylag
kiegyensúlyozott legyen a belső piac, már abban az értelemben, hogyha mondjuk nagyon nagy a felkínálás Európai Unió szinten a termékekből, akkor is a kereskedők hosszú távú gondolkodással ne egyből az import fele forduljanak, hanem amikor termékhiányos állapotban, akkor is a magyar tejfeldolgozók kiszolgálják őket, és amikor pedig mondjuk így túltermelés időszak van, akkor sem lépjenek egyből az import útjára, hanem vegyék figyelembe azt, hogy korábbi időszakban, amikor tejhiányos állapot volt, akkor is belső magyarországi tejfeldolgozók kiszolgálták őket. Tehát az alap, hogy egyik oldalról ugye ebben benne van a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, önök a szakmaközi szervezetként, a Tejterméktanács, illetve a kiskereskedelmi áruházláncok is a magyar tejet árusítsák. Igen, igen. Van ilyen törekvés, és ebben az elmúlt időszakban voltak eredmények. Ez mit jelent az eredmény? Tehát ugye itt nem lehet százalékra bontani nyilvánvaló, de azért fontos, hogy legyenek olyan kiskereskedők, akik csak és kizárólag magyar terméket árusítanak. Ez elérhető, vagy ez egy illúzió? Hát bizonyos termék körökben elérhető. Tehát amelyikben mi önállátok vagyunk, így egyébként az említett folyótejben, amelyik mondjuk az UHT nyers tej, elselte és a friss tejben, mi önállátok vagyunk. Elméletileg egyébként itt a tavalyi évben sikerült 90%-ra föltornásszunk a magyarországi termelést és értékesítést. De mint ahogy az előbb mondtam, a savanyított termékekben, illetve a sajtban még nem vagyunk önállátóak, tehát ilyen értelemben a legnagyobb előrelépési lehetőségünk a savanyított termékek és a sajt előállítás fokozásában van. Erre van szándék? Van segítő szándék abban, hogy egyre több tejfeldolgozó mármint olyan szintű épüljön, hiszen ön említette a sajtot, és nyilván az összes többi tejterméknél is fontos, hogy egyrészt legyen szándék, tehát pénzparipa fegyver, mert szakmai tudás biztos, hogy van hozzá. Ebben az értelemben támogatottak a jelenlegi tejfeldolgozói kapacitás növelő beruházások. Mint ahogy az előbb mondtam, tehát ilyenek vannak. A nagy magyarországi tejfeldolgozó mindegyike fejleszt, és mindegyikük támogatott lehetőségekkel, tehát az állami támogatással. Ehhez, hogy mindez, mert ez most egy szép álom egyelőre, de én úgy gondolom, hogy dolgoznak rajta eleget, hogy ez valósággá váljon. Beszéljünk egy kicsit az állományról. Milyen ma a magyar tejtermelő szarvasmarha állomány? A magyar tejtermelő állomány versenyképes, tehát a magyarországi Holstein-Fries állományra alapozott tejtermelés, amelyik ugye a tömegtermelést tudja biztosítani, annak az Európai Uniós összehasonlításban a telepnagyságot tekintve, amelyik egy fontos versenyképességi tényező, abban az élvonalban vagyunk, és a fajlagos tejtermelésben is jók a számaink. Amivel még elmaradásban vagyunk, az inkább a tejzsír százalék, amit a tejzsír tartalmának a növelése. Ezzel kapcsolatosan is vannak kezdeményezések, hogy hosszú távon, és már középtávon is, most is, van egy-két olyan tejfeldolgozó, aki a zsírtermelést előnybe részesíti már, és ezt a zárrendszerében úgy állítja be, hogy a tejtermelők ezzel kapcsolatos pluszköltségeit is fedezni tudja, illetve a genetikai előrehaladásban is régebb óta használnak már zsírjavító bikákat a tenyésztők. És ráadásul én azt gondolom, hogy ami még nagyon-nagyon fontos ebben a kérdéskörben, hogy hogyan tudnak lépést tartani a növekvő takarmányárakkal. Itt nagyon sokan tartottak attól, hogy mikor bejött az áfa csökkentés, hogy a növekvő takarmányárak és az üzemanyagár, meg az összes többi, az eltünteti az 5 és a 17% közti különbséget. Hát a költségek, a tejtermelő költségei azok emelkedtek jelentősen az elmúlt időben. Mi egy rövid felmérés végeztünk, és 10%-os önköltségemelkedés volt az elmúlt időszakban. Azt tudni kell, hogy egyre nehezebb
munkaerőt találni az állattenyésztésben. Korábban sem volt ez egy olyan nagyon keresett szakma, hogyha ide kitekintünk, és a jelen pillanatban is vannak olyan telepek, ahol külföldi munkaerővel tudják csak megoldani. Van Magyarországon ma olyan hely, ahol indiaiak dolgoznak, és van olyan is, ahol mongolok. És ahhoz, hogy a jelenlegi munkaerőpiaci problémákon túl tudjunk lépni valamilyen szinten, ahhoz egyrészt az kell, hogy jobban megfizessük a munkaerőt. Tehát más ágazatokban is egyébként van ilyen probléma, és a munkabérköltségek jelentősen emelkedtek az elmúlt időszakban. Tehát itt évente az utóbbi időszakban 10%-10% fölötti béremelések kellenek. Ezek a költségek, ezek megjelennek minden végtermékben. És amire utalt, hogy eltűnik-e a 5-17% közötti különbség a termék árában, az látható, hogy a január-február hónapban ez nem történt meg, tehát tehát a kereskedők nagy része továbbadta ezt az árelőnyt. Ez termékeknek az áremelkedéséhez jelentősen hozzájárul, hogyha esetleg aszályos lesz az év, és a második fél évben várható az, hogy a nyerstej ára emelkedni fog. Egyébként arról az alacsonyabb szintől, mint ahogy az előbb bemutattam, tehát a magyarországi nyerstej ár eleve az Európai Unió 28 ország közül az utolsó ötben van. A munkaerőhiányról számtalan elképzelés látott napvilágot arról, hogy az iskolákban, tehát szakiskolákban próbálják csábítani a fiatalokat. Ez még csak fél siker, hiszen a szándék megvan, de hogyan lehet valóban vonzóvá tenni? Most nyilvánvaló, hogy a pénzről ön beszélt, ami a legkevesebb ebben az értelemben. Viszont lehet-e vonzóvá tenni a mezőgazdaságot? És ebben az értelemben nyilván a szarvasmarha ágazatban dolgozók számára. Hát ezen munkálkodunk, és vannak ezzel kapcsolatos kezdeményezések, de ezek ebben a pillanatban nem ütötték még meg azt a szintet, amelyikre szükség lenne. Tehát Magyarországon pont az a probléma, hogy az elmúlt 10 évben szüntettek meg egy olyan tejfeldolgozó szakmunkást képző intézetet, mint a Béla Csermajorban, Jósopron megyében, amelyik egyébként az egyik legjobb volt. Tehát nem sok ilyen szakembert képeznek, de azon vagyunk, itt az Agrárkamarával együtt, hogy ebben mindenképpen előrelépés legyen. Tehát be kívánjuk mi is mutatni azt, hogy mik azok a lehetőségek, amik miatt a fiataloknak ezt a szakmát kell választani, vagy lehet választani. Minél több fejlesztést kell tenni annak érdekében egyébként nekünk, hogy vonzóvá tegyük a munkakörülményeket, és másrészt pedig, hogy kevesebb munkaerő igénye legyen egy-egy telepnek. Még essék szó mindenképpen az akciókról. Itt most nem az árcsökkenésre gondolok, hanem számtalan megoldás van erre, és volt itt Fejér megyében is több, ami a tejfogyasztást népszerűsíti, illetve a tejtermékek fogyasztását. Ez folytatódik? Segít ebben a szakmaközi szervezet? Igen, a szakmaközi szervezetnek van költségvetése, és ebben együttműködése van a minisztériummal és az Agrárkamarával is. Az elmúlt időszakban nagyon sok helyre eljutott ide Fejér megyébe is a tejkamion, amelyikbe bemutattuk azt, hogy tulajdonképpen aki nem annyira ismeri a területet, hogy teheneket milyen takarmányokkal lehet takarmányozni, milyen tejtermékek vannak, ezek a tejtermékeknek milyen hatásaik vannak. Ilyen edukációs programokat szerveztünk, kiállításokon mindig ott vagyunk, a tejfeldolgozókkal együttműködve, kóstoltatások vannak, az áruházláncokkal bevonva magyar hónap lesz például most májusban is. Tehát ez anélkül nem megy, hogy erre ne fordítanánk marketing költségvetést. Egy dolog még nagyon fontos, 2020 utáni időszakra a KAP, tehát a közös agrárpolitika által Magyarországnak juttatott pénzre gondolnak-e már? Próbálnak-e lobbizni annak érdekében, hiszen nyilván mindenki ezt teszi, hogy a szaktárca kellő erővel tudjon hatni Brüsszelre? Hát ebben mindenképpen támogatjuk a szaktárcának a törekvéseit.
Tehát nem gondoljuk, hogy csökkenteni lehetne a jelenlegi támogatási szintet, mert az egyébként meg a támogatás csökkentése az, az árak emelkedésével jár, illetve a eddig felépített állományok leépülésével jár, hanem marad versenyképes a magyarországi tejtermelés, és a tejfeldolgozás meg nem fog fölfejlődni, akkor az elmúlt 5 évben elért eredményeket, amelyikben én azt gondolom, hogy abból 3 év legalább olyan volt, amikor nem csökkent a tehén létszám, növekedett a fogyasztás, növekedett a tejtermelés. Ebben a pillanatban a feldolgozó kapacitások már a feldolgozott termékek növekedését is jelenti. Azt gondolom, hogy ehhez mindenképpen az kell, hogy fennmaradjanak ezek a támogatásoknak ez a szintje, mint ami jelenleg van. Szakemberként nyilván nem kívánom, hogy jóslatokba bocsátkozzék, minden esetre optimista a jövőt tekintve? Igen, optimista vagyok. Függetlenül attól, hogy vannak pessimista hangok is, de hát anélkül nem megy. Mi a terméktanácsban tejtermelők, tejfeldolgozók és már a kereskedők nagy részével is azon munkálkodunk, hogy értsék meg a döntéshozók, hogy ez a szakma ez mennyire összefog, mennyire együttműködik, lássák is, és ebbe ezt egyébként látják. Azért is jó a kapcsolatunk egyéb iránt a kormányzattal, ha mi kéréseink vannak általában teljesíthetőek, azt teljesítik. Jó a kapcsolatunk a NÉBIK-kel, a különböző hatóságokkal is. Folyamatosan figyeljük a piacot. Vannak bejelentéseink, amelyikre azt gondoljuk, hogy reakciók is vannak, és ennek a folyamatos együttműködésnek az eredménye azt gondolom az, amit az elmúlt 3 évben elértünk. Köszönöm szépen. Ez a munkához kívánok jó egészséget mindnyájuknak. Nincs kétségem felőle, lesz dolgok bőlem. Így van. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, vendégem István Falvi Miklós volt, a tejterméktanács elnöke, akivel a jelenlegi tej árpozícióit, illetve problémáit, örömeit beszéltük meg. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra!